Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé. Kevés olyan család van ma Magyarországon, azt gondolom, akinek a felmenői között ne lenne az első vagy a második világháborúban elhunyt hősi halott katona. Minden szentek és halottak napján nekik is gyújtunk egy-egy mécsest. Önök ismét a Halis Podcastot hallják. Én Varga Tünde vagyok. Én pedig Benke Dániel. A nagykanizsai köztemetőben több olyan parcella is található, amely hősi halottaknak állít emléket. Nem csak magyar katonáknak, hanem német és szovjet katonáknak is. Ezek gondozása, karbantartása pontos szabályrendszer mentén működik. Hogy pontosan mik ezek, erről fogunk most beszélgetni. Elsőként Marus Roland alezredessel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumának parancsnok helyettesével. Egy nagyon átlagos kérdéssel kezdeném, ha lehet ezt így fogalmazni. Mit jelent a hadisír gondozás Magyarországon? Erre vannak jogszabályok, amiknek meg kell felelni. Mennyi hadisír van Magyarországon, azt gondolom lehet tudni pontosan. Ha egy kicsit Nagykanizsáról beszélünk, a mi első világháborús katonai temetőnk vajon hol helyezhető el ebben a sorban? A Nagykanizsai csak úgy, mint általában nagyobb megyei jogú városok vagy megye székhelyek esetén nagy katonai temetők jöttek létre már az első világháborút követően. Ide azokat temették, akiket hazahoztak a frontból és sebesülés vagy a parti rendszerű betegség következtében haltak meg, de az elmondható, hogy majd mindegyik nagyobb városon azt olvastam a kanizsai temetőről, hogy például az olaszok az itt elhunyt katonákat exhumálták és hazavitték. Mennyire jellemző az, hogy egy-egy nemzet, akár mi magyarok is hazahozzuk a kint elhunyt katonákat? Mik erről a tapasztalatok? Az olaszok tekintetében valóban volt ez a példa, nem csak önöknél, hanem az ország más pontjain is, de azért ez nem feltétlenül jellemző. Mi sem követjük ezt a gyakorlatot, hiszen a 20. század folyamán a két világégésben annyi magyar katona halt meg külföldön, hogy az szinte képtelenség lenne azt a több százezer katonát, most már ugye fel sem lehető a temetkezési helyük, de az első világháború után sem volt erre törekvés. Tehát mi is oda törekszünk, és a tőlünk gazdagabb nemzetek is, hogy kint létesítsünk központi katonai temetőket az adott területen. Ez a német háborús hírokat gondozó népi szövetség is például az ÁVIVESZ szervezet az adott területen létesít német központi temetőket. Ennek megvan a financiális oka is, nyilván egyszerűbb egy helyen gondozni ezeket
hogy működik a hadisír gondozás maga? Tehát mi a szabály? Például itt Nagykanizsán is ugye van német, van szovjet temető is. Kinek a feladata azt karbantartani? Hogy működik ez a gyakorlatban? Alapvetően a hadisír gondozást kormánymegállapodások rögzítik, ami a külföldet illeti. Több államban kötöttünk ilyen kormánymegállapodást, ha már a németek jöttek szóba, akkor ők voltak az egyik elsők, akikkel megkötöttük ezt a kormánymegállapodást. Ez leszabályozza azt, hogy kinek mi a feladata. Ahogy említettem, a németek esetén központi temetőket hoztak létre, és ezeket ők gondoztatják, ezeket a sírokat. A szovjet katonai temetőkkel kapcsolatban is született kormánymegállapodás az orosz és a magyar fél között, ez is még a 90-es években. Itt általában az a szabály, hogy mindenki a saját halottait rendben tartja, és a gondozásokról az az ország gondoskodik alapvetően. De gondolom szoros a kapcsolat, tehát egyeztetés stb. Az adott országok között. Abszolút egyébként, a németekkel nagyon régi kiváló kapcsolatunk van, hiszen nagyon sok esetben előfordul a második világháborúban elesett katonák kapcsán. Magyar és német katonák közösen lettek eltemetve, tehát a feltárások során nagyon sokszor előfordul, hogy magyar katona együtt kerül elő. Ilyenkor nyilvánvalóan, hogyha magyar katonáról van szó, és a német partner tárja föl, elszomálja, akkor átadja mi részünkre, mi pedig az ő részükre a német katonákat, és akkor ők gondoskodnak az eltemetéséről, amilyenket meg betemettük a központi temetőbe. Nekünk is van egyébként a Fiumei úti nemzeti sírkert 52-es parcellája szolgálára, ahová magyar katonákat mi össze, és ott temetjük el. Mennyire jellemző az, hogy ma még találnak feltáratlan sírokat? Abszolút gyakorlat ez. Tehát olyan szinten mondhatnám majdnem, hogy napi, de heti gyakorlat nálunk. A idei évben például 223 főt exhumáltunk összesen. Kicsit bonyolultabb ez a dolog egyébként, hogy van egy feltárási protokoll, ami alapján mi eljárunk. Van, amikor az adott önkormányzat kérésére ott hagyjuk őket helyben, abban a temetőben, ahol a feltárás volt, az azonosító feltárásnak hívjuk, és utána amennyiben nyilatkozatban vállalja az önkormányzat, hogy méltó emléket állít, amit ugye mi szabályozunk, hogy milyen fajta sírkő legyen a síron, illetve a gondozását is vállalja ennek a hadisírnak, akkor ott helyben hagyjuk őket, és akkor utána egy megfelelő parcellát vagy temető részt alakítanak ki ott számukra. A másik eset, amikor pedig úgy látjuk, hogy veszélyeztetett helyen van, vagy nem biztosított a gondozása ennek a sírnak, akkor behozzuk a filmet is sírkertben. Mondom, 223 feltárásunk volt, exhumálásunk, ebből 102 főt temettünk idén újra a filmet is sírkertben. Hogy működik ez most? Én nagyon laikus vagyok. Maguk keresik, tudják, hogy hol voltak csaták, és ott keresnek, vagy pedig valami történik, és előkerül valami, és értesítik önöket? Többfajta feltárás, illetve kutatás létezik. Van, amikor eseti bejelentés alapján szállunk ki, tehát ez lehet állampolgári bejelentés, lehet olyan, amikor építkezés kapcsán, útépítés kapcsán emberi maradványok, illetve arra utaló sírmellékletek kerülnek elő, sisak, bakancs, ugye, ami nem marad sokáig, katonai bakancs, és abból lehet látni, hogy katona lehetett az illető, akkor a rendőrségek keresztül vagy közvetlenül minket tájékoztatnak, nincs olyankor, ami kollégáink, akik ezzel szakavatottan foglalkoznak, hiszen ebből ők vizsgát tettek. Kiszállnak, megtörténik az exhumálás, és utána beszállítjuk ezeket a földi maradványokat, utána következnek azok a vizsgálatok, ami megpróbáljuk megállapítani az azonosságukat. Alapvetően először nyilván a nemzetiséget próbáljuk megállapítani, utána pedig a személy azonosságot, amennyiben olyan sírmelléklet kerül elő, értem az alatt az azonossági jegytokot például, ami alapján lehet azonosítani az illetőt. Tehát maradnak ruhamaradványok? Az 1936 mintai azonossági jegytok az alapja a magyar katonák esetében, a németeknél meg nyilván az ő azonossági jegytokjuk, ezt a köznyelv csak Dörzsidulának hívja. Ez egy fém táblácska a németek esetében, nálunk azért jegytoknak mondjuk, mert ebben papír formájú azonossági jegy volt, amin ugye ki voltak töltve az adatok. De az a szerencse a nálunk is, hogy ez a jegytok, ez alumíniumból készült, és egy 10-es skálán volt perforálva egy számsor. Ez az azonossági szám, amely alapján mi be tudjuk azonosítani a katonát, feltéve, hogyha az azonossági jegytok nála volt, ha megmaradt olyan állapotban, hogy ez nagyon függ attól egyébként, hogy a talajnak milyen a szerkezeten savas esetleg, vagy annyira lúgos, hogy megette mondjuk ezt a divizőjelbet éve. Az azonossági jegytokot akkor nem sikerült. Tehát nagyon sok mindentől függ, illetve hogyha olyan feltárást végzünk, amelyet kutató munka előznek, tehát vannak célzott feltárások. Tehát mi magunk is kezdeményezünk, ahogy tetszett mondani, tudjuk azt, hogy az adott területen voltak betáltések. Ugyanis ezeket a korabeli veszteségi dokumentációt
mint aki ezzel foglalkozik, hogyan látja, hogy a társadalom hogyan viszonyul a hadisírokhoz? Én azt gondolom, meg azt látom, hogy még mindig megvan az a kellő tisztelet, ami kell, hogy övezze a hadisírokat, illetve az ott nyugvó katonákat, és ez most legyen tényleg nemzetiségtől független, hiszen tiszteles a német, vagy akár a szovjet katonák is hősi halottaknak számítanak, ami mi szemünkben, hiszen aki parancsot teljesít katonaként, és parancs teljesít is közben meghal, az a mi fogalmaink szerint hősi halottá válik. Azt gondolom, hogy a magyar kultúrában egyébként ebben a kegyeleti kultúrában ez elég mélyen benne van. Nyilván 1945 előtt ez még mélyebben gyökerezett, ugye a 45 utáni időszakban ezt próbálták egy kicsit kigyomlálni, sőt nem is kicsit, ugye akkor inkább csak a szovjet katonákra lehetett emlékezni, de ugye az utóbbi 30 esztendőben a rendszerváltás óta már hál' Istennek itt a magyar katonákat is lehet, a magyar hősautokat is lehet tisztelni, és kell is, hiszen megérdemlik, a legtöbbet adták az életüket a hazáért, és hát az a minimum, hogy megpróbáljuk őket méltó körülmények között újra temetni, vagy amennyiben, hogyha a sírjuk megvan, akkor pedig egy mécsest elhelyezni a sírjuknál. Én úgy gondolom, hogy azért ez a magyar társadalomban még mindig jelen van. Mivel könyvtári podcastról van szó, nem maradhat el, hogy könyvekre is rákérdezzek. Látom, hogy azért szépen születnek a tollából könyvek is. Leginkább, ha hadtörténész színű voltam, ott nézzük, akkor én az elitkutatással foglalkozom, ami azt jelenti, hogy a kiemelkedő katonák, a magasan kicsitetett katonáknak a történetével, ezeknek az életutaknak a feldolgozásával, illetve összegyűjtésével. Értem ez a leginkább az aranykészségére, mint az ehhez kapcsolódó magas kitüntetéseknek a kutatását. A legutóbbi könyv is erről szól, amit Pencár Lukács János atyai jó barátommal kezdtünk el. A magyar aranykészségi érmeseknek a története. Ez egy második legháborús kitüntetés, a legmagasabb, ami a legénységi állományban adható volt. Mindössze 40 magyar katona érdemelte ki. Az ő életüket, élettörténetüket gyűjtöttük össze egy kötetben, és ezt adtuk közre legutóbb. Kanizsaiak is vannak benned. Jelesül a Szabadi Béla, aki kanizsai volt, és ott is van eltemetve önöknél a temetőben, aki szintén aranykészség érmes volt. De büszkének kell lenni, mert tényleg azért, hogyha belegondolunk, akkor hány százezren szolgáltak a második világháborúban a magyar királyi honvédségben, és ebből mindössze 40 katona kapta meg ezt a kitüntetést, akkor azért érezzük a súlyát, hogy ez milyen magas presztízsű volt. Maros Zsolannak köszönjük szépen! Talán sokan emlékeznek, hogy néhány évvel ezelőtt egyedi akciót indított egy nagykanizsai civil egyesület. Több ezer mécsest gyűjtöttek, majd gyújtottak meg az első világháború végének 101. évfordulójára. Ők az Aranykor Nagykanizsa Egyesület, szóvivőjük pedig Lukács Tamás. Milyen célra jött létre ez az egyesület, és mikor? Az egyesület az igazából 2 éve jött létre, akkor alapítottuk meg 10-en, de maga az Aranykor az igazából már 2013 óta létrejött. Ez egy Facebook oldal volt, amit Sándor Tamás talált ki, ami azzal foglalkozott, hogy a fiatalkorunk a 90-es éveknek a kulturális életét kicsit felelevenítsük, és kibővült ez, már foglalkoztunk nagykanizsai épületekkel, aztán sporttal, mindennel, ami a kanizsához kapcsolódó. Ez csak a Facebookon működött, de nagyon sikeres volt. Arra gondoltunk, hogy ez valahogy ki kéne vinni az emberek közé is. Az a legelső akciónk az 2018. november 11-én volt, az első világháború lezárásának a 101. évfordulójára terveztünk egy mécses akciót, aminek az volt a neve, hogy 48 ezer mécses, mivel Nagykanizsán talán még laktak akkor 48 ezeren. De aztán rájöttünk, hogy ez olyan irdatlan szám, hogy igazából azt hiszem 10 ezer jött össze, de az is nagyon sok volt. Tartottunk egy kis emlékműsort is az Obelixnél, illetve kiraktunk egy ilyen nagyon hosszú mécses kígyót, ami nagyon jól nézett ki. Tehát a hősi temetőbe. Így van, így van. És akkor ennek híre ment. Sokan csatlakoztak, tehát nehéz volt az embereket erre megmozdítani, vagy pedig ott jött? Igazából nagy részt a baráti kör, meg az volt a nagy szerencsénk, hogy a vitézlőiskola is segített, a hagyományőrzők is, mert nagyon nagy munka volt begyújtogatni őket. Mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy civilek vagy olyan egyesületek, mint ti, ilyen akciókban részt vegyenek, mint hogy a hősi halottaknak vagy a hősi katonáknak az emlékének az őrzése, ápolása? Nekünk ez mindenképp adott volt, mivel az egész egyesület és maga előtt a Facebook oldal is lokálpatriotizmusra épült. Mindenképp volt valami családi kötődése amúgy is. Nekem például nem első világháború, hanem második világháború, nekem az anyai dédapám az ott maradt a Donkanyarba, a 9. könnyű hadosztályba szolgált. Mi már a 80-as években, és amikor még ez nem volt olyan nagy divat ezekről megemlékezni, Zalaújlakon éltem egy mamám, és ott a hősi emlékműnél mindig gyertyát gyűjtöttünk. Nekünk ez így bennünk volt, hogy ezzel azért kell foglalkozni. De mit gondolsz, a mostani fiatal generációt ez ugyanúgy megérinti? Nem hiszem, biztos van egy részük, de nem. Bár mondjuk minden szentekkor voltunk kint, akkor is ugye végigjártuk a katonai temetőket is. Azért nagyon sokan voltak ott, akik mécset gyújtottak ott az Obelixnél. Nem tudom, hogy milyen megfontolásból, de elég sokan voltak.
De ez célja is az Egyesületnek? Célja volt, hogy egy kicsit felhívni erre a figyelmet? Persze, persze. De talán felhívtuk rá a figyelmet, igen. Terveztek most valamit? Igen, igen. Március 15-re mindenképp tervezünk megint valamit, ami még nem volt. Mi pedig nagy izgalommal várjuk, hogy mi lesz az. Lukács Tamást hallottuk. Maruss Roland alezredessel előtte beszélgettünk, és ő említette, hogy több könyvet is írt. Ezek egyébként a könyvtárban is megtalálhatóak. Több könyvet is hoztam. Ami a legújabban megjelent, az a Hajléthatatlanok című könyv. Itt a második világháborús hősökről lehet olvasni, de itt van, amit Illésfalvi Péterrel közösen szerzett, a Vitézségért című kötet, vagy az első világháborús könyv, a Virtus dolgában töretlen című kötet. Tehát ezek mind-mind olyanok, amikben egyrészt azt mutatják be, hogy milyen hőstettek hajtottak végre adott szituációkban magyar katonák, mi lett a sorsuk, milyen kitüntetéseket szereztek, tehát ezek mind-mind olyan plusz információk, amik segíthetnek abban, hogyha szeretnénk megismerni akár a közvetlen környezetünkben is nyugvó katonáknak a történetét. Eddig tartott a Halis Podcast. Végül hadd mondjak egy érdekességet. 2020-tól már nyilvánosan az interneten mindenki számára hozzáférhető és kutatható az első világháborúban hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett magyarországi katonák adatbázisa. Érdemes ezt is böngészni. Köszönjük még egyszer a figyelmüket. Búcsúzik Varga Tünde. És Benke Dániel. Viszont hallásra. Viszont hallásra.